János 4:7. Ott vagytok? Szereteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől származik. És mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten szeretet. Abban vált láthatóvá Isten szeretetek köztünk, hogy Isten az egyetlen fiát elküldte a világba, hogy élhessünk általa. Ebben van a szeretet. Nem abban, hogy mi fejeztük ki a szeretetünket Isten iránt, hanem abban, hogy ő fejezte ki szeretetét irántunk, elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretném, ha Isten így fejezte ki szeretetét irántunk, akkor mi is kötelesek vagyunk egymást szeretni. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, akkor Isten bennünk marad, és a szeretete teljessé válik bennünk. Ebből tudjuk, ebből látjuk, hogy ő benne maradunk, és ő bennünk, hogy saját szelleméből adott nekünk. Kiegészítem, saját szellemének ből adott, az azt jelenti, hogy a szeretetéből adott, mert a Szent Szellem, a szeretet szelleme is bennünk. Tehát azt mondja az ég, hogy szeretteim, szeressük egymást, heteshez vissza, mert a szeretet Istenből, Istentől származik, és mindenki, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Úgy lehet, átadom ezt a szerkezetileg, a mondat szerkezetileg, hogy ameddig benne maradsz az Istentől való születettségednek az állapotába, addig, amíg fönntartod azt, aki vagy, hogy Istentől született, Istentől megteremtett lény, a megtérés után, a megváltás elfogadása után, addig te szeretetben tudsz járni, és ismerni tudod Istent. Amikor lemondasz arról, aki vagy, vagy nem akarsz úgy élni, aki vagy Krisztusban, akkor elveszíted, mert sajnos a szeretetet, mert sajnos, ahogyan Isten a szeretet, mi nem vagyunk a szeretet. Mi rá vagyunk utalva Istenre és az ő szeretetére, állandóan el kell kérni tőle azt a szeretet adagot, ami a következő korszakunkat, életünket irányítja. Ki lehet üresedni a szeretetből, a szeretet perifériájára lehet jutni, és te is megtapasztaltad azt már meg, hogy nagyon sokszor eltűnik Isten, és igényelned kell, hogy visszajöjjön az életedbe, vagy a te szíved elizolálódik Istentől. Tehát azt mondtam, hogy az Istentől való születettség nagyon fontos ebben, mert aki Istentől született, az szereti Istent, és az ismeri Istent. Istentől születettség nélkül nem lehet, újjászületettség nélkül, vagy felülről való születettség nélkül Istent szeretni. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten szeretet. Szóval, itt azért van egy komoly kijelentése Jánosnak, hogy attól függ, hogy mennyire ismered Istent, hogy mennyire ismered Isten szeretetét. Ha nem ismered Isten szeretetét, akkor nem ismered Isten sem mélyen. Mondj valamit erre. Hogyha viszont ismered Isten szeretetét, akkor egyre jobban megismered Istent is. És az attól függ, hogy mennyire ismered Istent, hogy mennyire engeded be az Isten szeretetét az életedbe. Innentől kezdve egy nagy háborúba kezdesz lenni önmagaddal, mert az ego az nem bírja elviselni azt, hogyha nem ő a főnök, és nem az ő szeretete az erős, az egónak a szeretete. Mert a bennünk lévő én, az én tudat, az szeretne úgy dönteni, ahogyan ő akar. És jön Isten szeretete, és le akar szoktatni bennünket erről. Lajos, ez mióta van az emberiségben, hogy az ego ilyen erős, és hogy az embereknek az akarata a sokkal erőteljesebb, mint Isten akarata a Földön? A bűn. A bűn óta. Mert a bűnben benne van, az sajnos az a program, hogy legyen meg az én akaratom, és ne az Isten akarata. A bűn óta az ember eltávozott Isten jelenlététől, úgy fogalmazhatjuk meg, hogy Istent megismerni, ez a program, ez nincs benne az embernek a lelkébe, szívébe, ez Istennek a szívébe van benne, és ahhoz, hogy visszatérjen az ember Istenhez, be kell tenni a szívbe Istennek azt, hogy újból kérje, hogy Istennel közösségbe lépjen. De miért van ez, Lajos? Azért, mert a bűn elválaszt bennünket Istennek a szeretetétől, a bűn. És ezért küldte el a fiát, előre elküldte, mielőtt még te megtértél volna, vagy megismerted volna az evangéliumot, hogy előre mutassa meg, hogy én szeretlek téged, és nem akarom, hogy a bűn és a bűn programja elválasszon téged tőlem. Hát, érzed azt, amikor lelkismert furdalásod van, akkor kattog valami, és sokkal meggyőzőbb volt, mielőtt még bűnt, vagy vétket hoztál volna létre, vagy hibát, az előtti állapotod, amikor még Isten jelenlétében éltél. És ezt is egyébként Isten beszámítja, van egy jó hírem, tudja jól előre, hogy fogunk hibázni, vétkezni, vagy bűnöket elkövetni, és mégis rendszeresen jön, kopogtat Isten. Egyébként Isten szeretete kopogtat.
kopogtat. Kopogtat, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket arra az új Istentől jövő élményre, ami a szeretetnek az élménye. Ez egy élmény is, ez nem csak egy megtapasztalás, nem csak egy érzelem, ez Istentől jövő élmény, manifestáció. Isten manifestálja magát, az ő legmélyebb karakterét az életünkre nézve, ha engedjük, hogy ő szeressen bennünket. Egónál tartottam, és még egy dolgot el akarok mondani az egóról, hogy az ego soha nem akarja azt megengedni számodra, hogy egy belülről ismert, egy belülről ismerő istenképű ember legyél. Egy belülről ismerő Istent ismerj. Hogy a szívedből ismerd Istent. Ezt az ego nem engedi. És látom azt, hogy mekkora harc van az egész életünkben, hogy a félelem és a szorongás nagyobb legyen, mint a szeretet. Nézd meg azt, hogyha valami hír jön az életedre, nézve, azon a szorongsz, rögtön a félelem, összehúz a gyomrodat, újból olyan víziók jönnek, amit nem is gondoltál volna egyik napról a másik napról, amikor rossz híreket hallasz. Miért van ez? Azért, mert az ego, az újra az én, az újra erőteljes, és ez egy harc az egész életünkben, hogy ne az énre, ne az egóra figyeljünk, hanem az Isten szeretetére. Hogy az Isten szeretete meggyőzzön bennünket. A félelem az egy vízió, az egy hamis hipnózis azzal kapcsolatban, ami nincs is. Rettegésbe visz. Ez mind az ego munkája. És amíg itt a Földön élünk, addig a testtel problémánk lesz, bár az óemberünk meghalt, keresztre feszítetett, és mi új szellemi életet élünk, miután újjászülettünk, de mégis az ego, az én, az ott van, és a megszentelődés alatt áll az életünk, és ez a megszentelődés célja, hogy kiszakítsa az embert az egónak a megfélemlítéséből, vízióiból, hipnózisából, ami hazugság. Hazugság. Félelem az hazugság. Az nem minden félelem jó Istentől. Az jó félelem, hogyha nem mész át a piroson, de az már nem jó félelem, hogyha nem hiszed azt el, hogy Isten szeret. És félsz Istentől, vagy rettegsz Istentől. Még egy dolgot az egóval kapcsolatban. Az ego világa egy sötét világ. És nem egy valódi világ. A valódi világ a szeretet világa. Hű, halleluja. Még egyszer, Lajos. Az ego világa egy hamis világ. Az igazi világ a szeretetnek a világa. És ez a világ, az Isten szeretetének a világa, a valóság. A sötét oldal, a dark side, a félelem világa. A világosság oldal, a light side, az pedig a szeretetnek a világa. Az ego soha nem fog arra tanítani téged, hogy Isten szeret téged. Az egód soha nem fogja azt mondani, Isten nagyon szeret téged és vágyik rád. Viszont Isten szelleme azt fogja mondani, hogy Isten vágyik rád és szeret téged. Ezért egy harccal kezdünk, ez a prédikációt megalapoztam, hogy nekünk harcunk van belül az Isten szeretetével kapcsolatban. Az egónk harcol ellenünk. És nekünk minden reggel, vagy minden nap, vagy minden héten többször be kéne töltekeznünk azzal a én tudattal, ami már megújult én tudat, hogy Isten engem személyesen megváltott, személyesen ismer, és személyesen szeret. És ha már személyességről beszélek, abban a pillanatban, amikor Isten már nem személyes Isten, elválasztva vagy Isten szeretetétől. Mert Isten személyét nem lehet szétválasztani Isten szeretetétől. Mert amikor az Isten megjelenik bárhol, akkor az ő szeretete domináns. Amen. Egyébként a bűnnel kapcsolatban mindenki tudja, hogy a bűn jelentése céltévesztés. Ha megkérdezem, hogy milyen célt téveszt el az ember, mikor bűnül van, az Isten szeretetét. Kicsit komplikáltabb egyébként ez a szeretet téma, mert bár Istent megismertük, de még talán elhisszük, hogy ő létezik, de nem biztos, hogy még megismertük azt is, hogy Isten mélyen szeret bennünket. Lehet, hogy kicsit visszautalok az előző hétre. Beszéltem arról, hogy egy szövetség alapú ez a szeretet. Mit jelent az, hogy szövetség alapú? Hogy Isten mindenét odaadta. Róma 5-ben beszél erről Pál. Hogyha ő mindenét odaadta a fiát, akkor mi módon ne ajándékozza nekünk mindent oda? Ez az ajándékozás kegyelem ajándék. Kegyelemből. Nem tartozás szerint, kegyelemből. Ha elmész dolgozni valahol, akkor tartoznak neked fizetéssel. De Isten nem így építette fel a dolgot, ő ajándékozó Isten. Ajándékozó Isten. Ez egy új istenkép. Nem törvényt tesz elénk az új szövetségben, hanem ajándékot tesz elénk. A következő, amit akarok mondani, hogy Isten elbújt és elrejtőzött, és ki kell kutatnod a szeretetét. Nem tudom, hogy az életedben volt-e már úgy, hogy kopogott Jézus a lakásodban, mit tudom én, Dráva utca 27 per A-ba, és felcsöngetett, és azt mondta, itt vagyok, Jézus vagyok, és hoztam a szeretetet frissen sütve. Neked kell kikutatnod, hogy Isten szeret téged a Biblián keresztül, és mit ír az új szövetség arról, hogy mi ez az új szövetség. Ezt nem fogja senki elmondani a szomszédse neked, ha csak nem megvan térve is prédikátor.
vagy Isten báránya. A következő dolog, hogy elbújt Isten, mi pedig kikutatjuk ezt a szeretetet, ezért tanítunk erről. A harmadik pedig, amit mondtam, a szövetség és az elbújás után, hogy atyaság alapú, Isten alapú, atyaság alapú az egész szeretet téma. Atyaság. Amikor ezt a hármat összekötöd, szövetségben, elbújva, atyaként, és ha ezt kikutatod, akkor kapsz egy atyát. Kapsz egy atyát. Nem földi atyát, mennyi atyáról beszélek. És még egy dolog, hogy Istent senki sem ismeri, és ahhoz, hogy megismerjük Istent, ez a negyedik, mivel nem ismeri senki Istent, nem látta senki Istent, senki nem látta az atyát, amióta a föld meg van teremtve, ezért azt mondom neked, hogy ez egy folyamat, és ebben a folyamatban mindig a bűn akadály lesz. A bűn akadály lesz. Addig, amíg meg nem ismered azt, hogy kell szeretetben élni, és nem bűncentrikusan élni. Addig lesz akadály, amíg nem jössz arra rá, hogy az egész új szövetség kegyelem alapú. Kegyelem alapú. Kegyelem. Isten gondolata felület jó, jó, és kegyelem alapú. Ha erre rászoksz, akkor a hit tud majd kapaszkodni. Mert a hit mindig a kegyelembe kapaszkodik. A hit mindig a kegyelembe kapaszkodik. És el szeretnék mondani az elején még itt a szeretettel kapcsolatban még 5-6 dolgot. Nagyon egyszerű dolgok lesznek, de mégis úgy gondolom, hogy ha visszahallgatod, fogsz tudni tanulni belőle. Minden dolog, amikor Isten megnyilatkozik feléd és szeret téged, minden terület az előre el van készítve. Tehát ő nem úgy szeret, hogy ilyen érzelmileg befolyásolva, és érzelmileg és krízisileg belülről Isten nem egy ilyen bohóka, olyan, mint a tavaszi szél, hogy egyszer fúj, egyszer nem fúj, egyszer szeret, egyszer nem szeret, nem egy ilyen nosztalgikus vagy irreális Isten, ő egy olyan Isten, aki elkötelezetten szeret téged. Egy olyan Isten, aki elkötelezetten szeret. Akármilyen évszak van, akármilyen állapotban vagy, akármilyen érzelmi állapotban vagy, akármit csinálsz, miután újjá születtél, Isten szeret téged. És hogyha bűnben vagyunk, miért mindig a bűnnel foglalkozol? Tehát neked miért ez a mániát, hogy bűnös ember vagy? Amikor Isten le akar szoktatni erről, hogyha megtértél, akkor azzal foglalkozz, hogy ő szeret téged, és gyűlöd meg a bűnt. De nem lehet egy életed át arról prédikálni neked, hogy a bűn milyen mocskos és milyen romboló munka, ha nem ismered Istent, szeretetét. Mondok valami csavart. Isten szeretet. Nem csak bűngyűlölő Isten, hanem szerető Isten is. Na most, ha te állandóan csak azt akarod hallani, hogy Isten milyen bűnöket, hogyan viszonyul bizonyos bűnökről, és hogyan hoz létre retorziót bizonyos bűnök után, de nem akarod megismerni Istent, aki a szeretet, akkor hogy fogsz tudni a bűnnel szemben állni? Még egyszerűbben. Ha nem tudod, hogy Isten szeretet, akkor hogy tudsz a bűnnel szemben állni? Nagyon fontos a bűnismerete, ezért van a törvény. De ez nem változtat meg. Mert ismerheted az összes bűnt, a saját életedben is. De ez nem változtat meg. Az Isten szeretete gyógyít ki téged ebből a bűnös állapotból. És egy életen át nem fogunk azzal foglalkozni, hogy mit tettem. Mert abban a reménységben vagyunk felőled, hogy te értelmű, értelmes, egészséges ember vagy, aki Istent akarja megismerni, és szerető Istent akar megismerni, és te is szeretetben akarsz menni tovább az út folyamán, Jézus nevében. Amen. Tehát az első dolog, amit akarok mondani, hogy készen van Isten szeretete, és neked teljesen feltétel nélkül bíznod kell abban, hogy Isten szeret téged. Ez az első alapja a dolgoknak. Nem egyenlő az, hogy te hiszel Istenben, és hogy bízol benne, hogy te téged megérintett, és szeret téged. Még egyszer mondom. Nem ugyanaz, hogy elhinni, hogy Isten létezik, és Isten személyesen szeret téged, és ebben bízol az egész életed folyamán. Ez nem ugyanaz. Ez egy személyes megtapasztalás, hogy téged szeret Isten. És amikor te imádkozol otthon, kicsit gyakorlatiasan, és azt mondod, Uram, szeretlek téged, de te nem tudod kimondani azt, hogy te is szeress engem, akkor baj van. Mert akkor te jobban akarsz megfelelni Istennek, mint hogy megengedéd, hogy Isten mutassa meg, hogy ő kicsoda. Mert hogyan tudod Isten szeretni, hogyha ő nem engeded meg, hogy Isten szeressen téged? Még egyszer mondom, jobban kell bíznod és hinned abban, hogy ő szeret téged, mint ahogyan te szereted őt, és hiszel ebben, hogy te nagyon szereted őt. Mert ha csak arra teszed a hangsúlyt, hogy te szeresd Istent, akkor Isten hogy tud majd téged elérni? Megint az ego bajnok leszel, hogy te bebizonyítsd, és megmutasd mindenkinek, hogy te mekkora hívő vagy. Ez volt az első, hogy készen van Isten szeretete. Nem kell dolgoznod érte. Kész! A második, amit akarok mondani, hogy minden kegyelem által érkezik el hozzád a Szent Biblia szerint, az Isten igéje szerint, sőt, az Új Szövetség alapján is, de az Ószövetségben is így volt.
Minden kegyelem által jön létre az életedben. Minden, ami nem kegyelemből van, az törvény szerint való. Tehát át kell állnod arra, hogy bármit, amit Isten csinál, bármikor hozzáfogsz a szent dolgokhoz, bármikor bemész a mennybe, és ott elkezdesz mozogni, illetve kotorászol, hogy jaj, de aranyos kis dolog ez, jaj, de ezt is megedném, ezt is megnézném, és ez micsoda? Minden kegyelem alapú. Nem tudsz úgy mozogni a mennybe, fenn majd látjuk ezt, akkor majd elhiszed, hogy tényleg úgy van, hogy ne kegyelem alapú legyen. Mert a mennyben csak szeretet atmoszférája van. Ott nincs politika, nincs ideológia, nincsenek pártok, nincs egy társadalmi berendezkedés, nincsenek osztályok. Ott Isten trónol, az ő szeretete által pedig uralkodik. Mondj erre valamit. Na most, amikor elkezdesz hinni abban, hogy minden kegyelem által van, akkor a hit hozzá fog tudni nyúlni ahhoz, ami a tiéd. Mindaddig a hit nem tud semmit csinálni, meg van kötve a keze, addig, amíg te nem hiszed el, hogy kegyelemből tartattunk meg hit által. Kegyelemből tartattunk meg hit által. Nem fordítva, hanem a kegyelem az megelőzte a hitet, mikor megtértél. Sőt, az Efézus levél azt is mondja, hogy senki sem tud dicsekedni emiatt. Senki nem tud hozzátenni ehhez. Mind le van védve, csak isteni kegyelem és isteni hit által tudsz előrelépni, lépésről lépésre haladni a szellemvilágban. Tehát első volt a munkakész, a második, hogy minden kegyelem által történik. A kegyelem elkészítette, elhozta hozzád, a hit pedig megragadja. A kegyelem elkészítette, a hit pedig megragadja. A kegyelem kész, a hit pedig egy kéz. Kegyelem kész, a hit pedig egy kéz. A harmadik, hogy benned él Krisztus szelleme és Krisztus szeretete. Benned él Krisztus szeretete és Krisztus szelleme. Benned él ez a szellem. Benned van. Tehát van egy munka, ami benned kész, és van egy kegyelem, ami benned van. Halleluja. Mondom, folytatom tovább. Ez nagyon fontos ezeket letisztázni, hogy mélyebben megértsd Isten szeretetét. Mert amikor arról beszélünk, Isten nagyon szeret téged, odaadta az egyszülött fiát, ez egy dolog. De van egy mélyebb téma, ez pedig az, hogy például benned van Isten szeretete. Mondj erre valamit, Töröska. Amen, ez az. Na, valaki velem van. Folytatom, ha annyis kedvem prédikálni. Felbátorítottál. Halleluja. Amikor elkezdünk imádkozni, és nem hiszük el, hogy Isten szeret bennünket, akkor az egész ima arra az alapra épít, hogy megfelel Istennek. Vagy időben, vagy mennyiségben, vagy manipuláld őt, vagy olyan dolgokat mondasz neki, amit magad se hiszel, de azért mondod, hogy valami hatást gyakorolj. A te drámád ez, amikor imádkozol, dráma. És elszínészkedsz, hogy te mennyire fontosnak tartod őt, és ott imádkozz, és lenyűgözd őt, és aztán manipuláld őt, hogy mennyire szükséged van, nem tudom hány millió dollárra, vagy nem tudom milyen új álmaid vannak, mit tudom én. Tehát Isten ezt nem fogja meghallgatni. Egy, Isten nem hallgatja meg azt az imát, amit már elmondott neked előtte, hogy ne imádkozz, hanem azt az imát fogja meghallgatni, ahogyan ő megmondta, hogy hogyan imádkozz. A második pedig, hogyha megmondta, hogy mit csináljál, és nem azt csinálod, és mégis imádkozol, hogy legyen meg, akkor Isten meg fogja mondani újra és újra, fiam, én megmondtam neked, hogy mit csináljál. Ne kérd el, megmondtam, mit csináljál, és akkor azt tedd meg. Ábrahámnak mit mondott Isten az ő szeretetéből? Hagyd ott a szülőföldet, és menjél el Kánaán felé. Amen. Tehát onnantól kezdve Ábrám bármit imádkoztatott, ugyanazt szokta mondani neki, hogy nézz fel az égre, annyian lesznek, hogy csak na, menj el, menj el, menj el. Nem hallgatom meg az imádat, amíg el nem indulsz, mert ott áldalak meg téged, Kánaán földjén. Tehát az első dolog, amit Isten meg fog hallgatni, hogy szeret téged, és hogy te elfogod az ő szeretetét, és nem azért fogsz imádkozni, hogy szeressen, hanem azért fogsz hitáltal imádkozni, hogy elfogadd ezt a szeretetet. És ha meg azt mondja Isten szeretetéből, hogy nem adom meg neked most itt az imakamrámba, hanem menj el, és vedd el ott a világban, ahol forgolódsz, kapcsolatokon keresztül, munkán keresztül, bla bla, akkor azt meg kell csinálnod. És hiába fogsz imádkozni, Uram, hogy Uram, jó lenne egy szobabútor, mert itt tudom én, azt fogja mondani Isten, mint Mózesnek, mi van a te kezedben? Bot. Mi volt Mózesnek a botja? A Mózes botja volt 40 éven keresztül az ő jelképe. Jelképezte azt, aki? Egy pásztor. Mi volt ez a bot? Ez a bot jelképezte azt, hogy miből él. Mi a foglalkozása? Mi volt még a bot? A botra támaszkodva tudta az egész nyájat terelni. Pásztor volt. Ez volt az ő fő munkája, mert Isten hallgatott 40 éven keresztül, és rányomta ezt a terhet, hogy csak a bárányokkal ő foglalkozzon. És a bárányok, mivel nem ugatnak és nem beszélnek, ezért még jobban tudott Istenre figyelni, a bárányok hallgatnak. És tudta jól Isten, hogyha olyan csordába teszi be, egy olyan nyáj mellé, akik nem beszélnek, akkor majd ő fogja belülről újra
annyira inspiratívan keresni Istent. És ez nagyon fontos számodra, hogy ami a kezedben van, Isten azt fogja megáldani. Lehet, hogy nincs bizonyos tehetsége bizonyos dolgokra, de amit Isten a kezedbe, a sorsodba belehelyez, ott van szemed előtt, azt fogja használni. Aztán azt fogja növeszteni. De ez egy másik téma. Tehát az volt az első, hogy a munka kész, és jobban kell bíznod abban, hogy Isten szeret, mint abban, hogy te bebizonyítsd, és nem tudom, milyen nagy hívő legyél Isten szeme és jelenléte előtt, orcája előtt. A második volt az, hogy kegyelemben van minden, és minden kegyelem által árad az életedben. A hit nem hajlandó csak a kegyelemmel együtt dolgozni. A hit csak szeretet által működik. Mondom még egyszer, a hit csak szeretet által működik. Ha valaki nem ismeri Isten szeretetét, akkor vissza kell menni a szeretet oldalra, mert különben hitben nem tud növekedni. A hit egy természet fölötti valóság. Nem lehet Isten jelenlétébe benne maradni úgy, hogy de nem hiszed azt el, hogy ő szeret téged. Depressziósá, szorongóvá, félővé és vallásos őrülté változunk akkor, amikor egy olyan Istent szeretünk, imádunk, akit nem ismerünk. Az ötödik, amit akartam még mondani, hogy a hit abban van, hogy a hit abban van, abban a alapban van benne, hogy Isten szeret, ezért hinned kell azt, hogy minden dolgot, amit a hit eléd tárul, azt Isten ajándéképpen előre elterjedve létrehozta számodra, és megnyitja ekkor a hit a szemedet, hogy mi a te ajándékod. Mondjak erre igét, 2 Korintusban azt mondja az ige, hogy a 1 Korintus 2 vagy 2 Korintus 2 hirtelen elfelejtettem, azt mondja az ige, hogy olyan dolgot készített Isten szeretetéből az ő szeretőknek, amiket emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív föl se gondolt, föl se ötlött. Mit jelent ez? Hogy Isten ajándékokat készített számunkra, láthatatlan módon fog átjönni, hitáltal, de az ő szeretők számára, akik viszonozzák az ő szeretetét. Tehát sok olyan dolog van az életeddel kapcsolatban, amit még nem láttál, de Isten elkészített. Ezért kell a szeretet oldalról közelítened, hogy tudj látni. Mondok még valamit. Nem fog tudni a hit növekedni, ha nincs Isten szeretetének újra és újra megjelenése az életedben. Nem fogod tudni megtartani sem a hitet, látni a láthatatlant, ha Isten szeretete nem marad meg az életedben. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor a hitet erősíted, holott át kéne menni a szeretet oldalára. Mert a szeretet által működő hit tud csak működni. Ó, halleluja! Azt mondod, meddig kell ezt hirdetnem? Ameddig az Isten akarja, és amíg végre azt nem tudod mondani, hogy feltétlenül bízom benned, Uram, és a szeretetedben, még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy nem szeretsz. Addig kell, eddig kell. Hogy az álmadból fölkeltenek, és megkérdezi valaki tőled, hogy szerete Isten, akkor azt mond annak a személynek, ha az ördög, ha egy angyal, bárki, igen, nagyon szeret, de egyébként hagyjál békén aludni. Halleluja. És a következő, az utolsó pedig, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva. A bűneid meg vannak bocsájtva. A bűneid meg vannak bocsájtva. Na Lajos, elkaptalak. És hogyha valaki bűnös, és pont azt hallgatja a prédikációdat, és nem vallotta meg a bűnét, testvérem, már megint kötözködsz? Hát képzeld el, Isten veled így kötözködne. Hogy minden nap oda menne hozzád, és na meg vannak bocsájtva a bűneid? Megvan valami minden bűnöd? Hát ez nem lehet kibírni. Hát megkattanok ettől, hogy állandóan valaki ott lenne mellettem, hogy följön a telefonon minden reggel 8 órakor, vagy este 8-kor. Megvallottad aznap összes bűnödet? Azt is, amit nem tudsz. Hála az Úrnak, hogy nem leszünk pszichopaták. Isten szereteten meg fog győzni bennünket sok dologról, Isten kegyelméből. Ez egy ilyen mesterséges élet, ha mi egymást azzal fenyegetjük, vagy botozzuk, hogy tudom, hogy mit tettél. Ez borzasztó. Ez borzasztó egy családra nézve, egy személyre nézve, egy közösségre nézve. Ámen és ámen. Oké. Tehát ott tartunk, hogy Isten elküldte az engesztelésül az ő áldozatául a bűneinkért a fiát, így mondja a 10, 1 János 4:10, visszamegyünk. Nem abban van a szeretet, hogy mi fejeztük ki a szeretetünket Isten iránt, hanem abban, hogy ő fejezte ki szeretetét irántunk. Elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Engesztelő áldozatul bűneinkért. Engesztelő áldozatul. Mi Jézus Krisztus? Nem csak engesztelő, kiengesztelő, hanem áldozat is. És most itt akarok neked mutatni valamit a Máté 9:13-ban, itt az áldozatról szól, és egyébként ezeket csak azért mondom el, hogy alapokat adjak a szeretettel kapcsolatban, ha elfogadod. Gyakorlati alapokat. Fogok beszélni mindjárt szellemileg
oldaláról az egésznek, és spirituális dolgot hozok, hogy mennyire komplex Isten szeretete Jézus szolgálatában, és mennyire döbbenetes az, hogy Jézus mi bezártuk egy dobozba, és az Isten szeretete pedig ki fogja tudni bontani Jézust abból a dobozból. Mert mindenkinek, aki itt ül, vagy aki itt hallgatja az interneten a szolgálatomat, van egy doboza a fejébe, a szívébe, ahová nagyon nehezen tud sokszor bevenni Jézus, és nagyon nehezen tudja Jézus kifejezni magát, hogy ő kicsoda. Hogy ő kicsoda. És azt mondja a Máté 9.13, hogy 19, igen, Máté 9.13, azt mondja, hogy menjetek és tanuljátok meg, hogy mit jelent ez, kettős pont. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnöseket hívjak megtérésre. Mondja egy áment. Ő pedig azt mondta, hogy tanuljátok meg. Ezt meg kell tanulni. Ezt nem kapod meg az újjászületéskor. Ezt meg kell tanulni. Az Isten szeretetét megkaptad előlegbe. De hogy te benne maradj az Isten szeretetében, ez tanulás. 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 Tanulni Istentől, hogy hogy kell szeretetben járni. Melyik a legnagyobb parancsolat? Ez. Ettől függ az összes. Ha ez nincs meg, akkor összeesik és összedől a szellemi életünk. Tehát azt mondja Jézus így, tanuljátok meg, hogy mit jelent ez. Ez Hóseásból idéz Jézus. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mi volt a gond abban a társadalomban? És mindjárt megyünk ebben mélyebben, ebben a társadalomban. Az volt a baj ebben a társadalomban, hogy fontosabb volt nekik, hogy betartsák az áldozati rítust, ezt az egész felépített törvényt, mint hogy Isten szeretetét indítványozzák, kérjék Istentől. Fontosabb volt nekik betartani a parancsolatokat, mint Istent szeretni. Fontosabb volt, ha az ismerni az igét, mint Istent ismerni. Mélyebbre megyek. Fontosabb volt mindenki előtt, az egész zsidó társadalomban, ebben a belterjes világban, hogy megmutassák a farizeusok, szadiceusok, hogy ők mennyire igehűek, mint hogy megmutassák azt, hogy mennyire szereti őket Isten, és mennyire szereti a népet Isten. Ezért lecsúsztak mindenről. Még egyszer mondom, az áldozat nagyon fontos, az áldozat témája. És most ebben megyek mélyebben. Mert áldozat nélkül nincs szeretet. Mert Jézus Krisztusról azt olvastuk az imént, hogy áldozatul adatott, és engesztelésről. Ez az áldozat, ez Istennek a részéről volt eldöntve, ő is belement Jézus. És a mai társadalom nem érti ezt az áldozatot. Mert két szélsőséget mutatok. Az egyik az áldozatmentalitású ember, aki az egész életét fölteszi egy lapra, és mindenkinek meg is mutatja, hogy ő mekkora áldozat. Hogy mekkorát tud tűrni, hogyan tudja tűrni a családját, hogyan tudja tűrni az életét, a problémáit, a szomszédját, a nem tudom, rokonait, stb. És ezt nagyon-nagyon-nagyon kis jelentés kis mutatja, és be is mutatja, hogy ő mekkora nagy áldozat az egész világ számára. A másik szélsőség az, amikor valaki minden betűt ismer a Bibliából, minden betűt, és a betű embere lesz, miközben betű embere lesz, nem érti, hogy miért nem működik az élete, nem érti, hogy miért nem működik az szellemi élete, és miért kerül egy félelemmel teljes birodalomba, egy olyan birodalomba, ahol a félelem tönkreteszi a személyiséget, és megfélemlíti magát és a családját és a jövőképét. Ezek az emberek általában azokat az igéket szeretik nézni, hogy mikor mehetek a pokolra, és mikor nem. Általában azok a kedvenc igéik, hogy mi van a pokolban, mi nincs a pokolban, és hogy mik azok a bűnök, amik által lehet veszíteni az üdvösséget. És ettől rettegnek, hogy most elveszítik az üdvösséget, vagy nem veszítik el az üdvösséget. Majd figyeld meg ezeknek az embereknek a beszédét, pokolcentrikusak és bűncentrikusak. És ez hibás. Mert Jézus Krisztus centrikus az új szövetség. Mondj egy áment. Jézus pedig kihez viszel? Az Istenhez, az Atyához. Erre is mondja egy áment. Amen. Tehát báránycentrikus és áldozatcentrikus a szellemvilág. Miért beszélek erről? Azért, mert egy olyan társadalomban élünk, ahol jobban szeretnek áldozatokat mutatni be az emberek. Hát ez a új szövetség, ez tényleg, az új szövetségben is ez történik sajnos. Jobban szeretik az áldozatmentalitást. Nézd meg, hogy hány ember sír az életedbe, hogy ő neki mennyi minden baja van, és nagyon szereti ezt az áldozati mentalitást, mikor baja van, és ahelyett, hogy elmenne az áldozathoz, Jézus Krisztushoz, és lebeszélné vele ezt a témát, hogy elég nekem, hogy bárány, a bárány az áldozatom. Amen? Elég nekem, hogy ő áldozatul adatott számomra. És az 1 Sámuel 15.22-t is még mielőtt elkezdem ezt a témát, mélyebben még felolvasom. Sámuel pedig mondta Saulnak,
Vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslás bűne, olyan az engedetlenség, és a bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvett téged, hogy ne légy király. Itt a mint a varázslás bűne, ez azt mutatja az eredeti héber alapján az ige, hogy ez nem így van, úgy van, hogy a varázslás bűne az engedetlenség. A varázslás bűne az engedetlenség. Most ezt összekötöm, amit akarok mondani. Hogyha nem érted meg a helyes áldozatot, hogy ő mit csinált a kereszten, akkor belemehetünk varázslásba. És ez a manipuláció, ez először feléd irányul, aztán mások felé irányul. Tehát ott tartok, hogy ez egy önmegvalósító generáció. És ebben az önmegvalósító generációban egyszerűen az ego utálja azt, ha valaki valóban Isten számára odaszállja az életét, és elfogadja az áldozatot, Jézus Krisztust, és az ego nem bír elviselni azt, hogy kikerül a középpontból, ez az önmegvalósító ego, és ami után kikerült a középpontból, Jézus kerül a középpontba. És amikor ez megtörténik, ez a csere, akkor dolgozni fog az ego azért, mert utálja az ego azt, hogy nem ő miatta van a szenvedés, hanem az Isten fia miatt van a szenvedés az életünkben, és Isten fiáért szenvedünk bizonyos problémákat. Mélyebben. Amikor ebben a korszakot elemzed, akkor azt fogod látni, hogy mindenki siker alapján akar élni, és annyira önkifejező ez a korszak, hogy a célja ennek az egész 21. század mostani, a 2020-as évek is benne vannak ebben, ennek az a fémjelzője, hogy mindenki kreatív akar lenni, és önkifejező. És hogyha ő, figyelj, azt az igét hallja, hogy Istennél nincs lehetetlen, Istennél minden lehetséges, akkor neki tetszeni fog ez az önimádó embernek ez a prédikált ige, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és neked minden lehetséges Istennel, mert a lehetségest látja csak a maga előtt, hogy ő ki lehet. És ez az önkifejezésben, hogy nekem minden lehetséges, mert én egy magasabb szintű lény vagyok, mint az előző generáció, mert meg van adva az egész kultúrában és az egész társadalomban és a gazdasági helyzetben, hogy én kifejezem önmagamat és megvalósítsam önmagamat, és most már nem az számít, hogy mint a szüleim életében, hogy nekik voltak szakmáik, hanem az, hogy én lehetek egy kreatív, innovatív lény, akinek az elmén keresztül olyan sok dolgot tud megvalósítani az ember, hogy bűvöletbe esik önmagától. Mondom lassabban. Amikor az ego elkezd így dolgozni, akkor a lehetséges számára drog. Mert azt szerint fog élni, hogy mi lehetséges számára, vagy mi lehet ő. És most figyelj, csavarok egyet. Miközben ebben van benne, hogy ő lehetséges ember legyen, és a lehetetlent változtassa meg, közben depressziósá válik. Mert maga az, hogy te tudod, hogy elképzeled, hogy mire vagy képes, és mégsem tudod azt teljesen megvalósítani, az tönkretesz téged. Mert miközben meg akarod valósítani az életedet és önmagadat, közben pedig azt érzed, hogy egyre semmi vagy, és egyre nullább vagy. Mert egyre, mi tudjuk az új szövetségen keresztül, hogy aki magát valósítja meg, az semmivé válik, és senkivé válik. Mert az ember nem arra van megteremtve, hogy valaki legyen, hanem hogy Istenben legyen valaki. Krisztus engesztelő áldozatán keresztül legyen valaki. És még egy dolgot akarok itt letisztázni, hogy a szenvedés, a teher, a nyomás, a szövetségi gondolkozás, a kötődés, az áldozathozatal, a szenvedés az ember életében az alapnak kéne lennie. De mi ebből akarunk kimászni. Lajos, ezt magyarázd. A bűn miatt nincs olyan szeretett kapcsolat, ami nem ér csalódás. Nincs ilyen. Akár mekkora keresztény vagy, akár hány centis keresztény vagy, ha szeretett kapcsolatban vagy a feleségeddel, barátoddal, ismerősöddel, családoddal, blablabla, gyülekezeteddel, ott lesz sérülés. Nincs olyan kapcsolat, ami tökéletes. Mert bűnben élünk, pontosabban állandóan vétkezünk. És most erre nem mondd azt, hogy te sose vétkezel. És a másik pedig az, hogy ezért elkötelezettség kell és szövetség alapú kapcsolódás. Na most egy elkötelezettség és szövetség alapú gondolkozás kiveri az egót, mert az ego nem akar szövetséget kötni, és nem akar elkötelezettnek lenni, és az ego nem akar szenvedni, nem akar egy kapcsolatban terhet viselni, az ego nem akar áldozat lenni, az ego semmit nem akar, ha nem ő irányít. Ha már igen, akkor az minden rendben van újra. És a feladatunk az, hogy megértsük, hogy mi Isten szeretete. Mert van úgy, hogy te azt gondolod, hogy Isten szeretetéből megvalósítod magadat. Erre lehet, hogy Istennek meg az a véleménye, hogy ez rossz út. Mert lehetséges, hogy neked nem azzal kéne foglalkozni akkor abban a korszakodban, hogy elbűvöld magadat meg a családodat, hogy ki vagy, és kifejezd magadat ilyen szinten a világban, hanem azzal kéne foglalkoznod, hogy bizonyos más területeken célba érjél, ami valóban a tehetséged és a talentumod. Hű,
Hű. Azt hiszük, hogy a siker az nem jár teherrel. Elmondom neked, hogy minden egyes siker az Úrban az egy kihívás. És amikor megtörténik ez a kihívás, és sikeresen átlépsz dolgokat, vagy megvalósítasz dolgokat az Úrban, akkor jön a következő kihívás. Mert a siker, az Úrban lévő siker, az újabb óriásokat keres. Ez a szellemi növekedés. Ugyanis áldozat nélkül nem lehet növekedni, és áldozat nélkül nincs siker. És az igazi áldozatról beszélek, ez Krisztusban lévő áldozatunk. Hogy lemondasz dolgokról, akkor, amikor nem mondanál le dolgokról. Megerősíted a szövetséget akkor emberekkel, amikor csalódtál emberekbe. Mert már nem tudod eldobni ezeket a kapcsolatokat. Nem csak az Atya szeretetének természetét és ismeretét kell megismerned, hanem a tervét és célját. Nem csak az Atya tervét és célját, hanem az igazságait, elveit, törvényeit, ígéreteit. Sőt, nem csak az Atya ígéreteit, hanem a szellemének vezetését. Sőt, meg kell ismerned saját magadat is az Úrban, és a lelkedet is az Úrban. És most akartam elérni idáig, meg kell ismerni a barátaidat is. Ezekkel a barátokkal kell leélned az életedet, vagy másokkal, más barátokkal, ha változtatnod kell. De egyet mondok neked, a frusztrációnk már ebben a korszakban az, hogy már az Úrban is meg akarjuk magunkat valósítani. Már az Úrban is meg akarjuk magunkat valósítani. És már azért keressük Istent, hogy az önmegvalósításunkra ő ámánt és áldást mondjon. Az imáink is, arra, az egészen én központúak az imáink is. Uram, a családom, a gyerekem, a fiam, az unokám, az isznom, a tyukom, a lakásom, az autóm, az országom, a városom, stb. És nem veszük észre, hogy ez becsavar bennünket az ego. Azt mondta Pál apostol, profétált, hogy az utolsó időben nehéz, szörnyűséges, nehéz korszak jön. Az első bűn, amit felsorol, lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát agapézzák magukat. Ez a keresztényekről beszél. Tehát ez az önmegvalósító korszakban, amikor harapsz egy levegőt ebbe a korszakba, kimész Pest utcájára, vagy bármelyik városba, mindenkiben ez az ego imádat és ez az ego kreativitása a cél. És az egyházban is olyan tanításokat fogsz hallani, hogy neked minden lehetséges az Úrban. És nem merjük elmondani, hogy nem mindenkinek lehetséges minden. És nem lesz meg minden az életedben. És elég sok szenvedéssel jár, ha egy gyülekezetben járunk. Hát akkor én nem akarok járni egy gyülekezetben. Ezt fogod mondani a feleséged is egy idő után, már nem akarom a feleségemet, már fárasztó. Ezt fogod mondani a barátokra, már fárasztó. Ezt fogod mondani a kutyádra, már nem olyan. Én vizslát vettem, de huskyt akarok. Huskyt vettem, de dobberman szeretnék. Ez élet ilyen. Ez a korszak ilyen, hogy mindenki megvalósíthatja az álmát, közben pedig mindenki tönkre megy és depressziós, és a pirulák fogynak. Akár az amerikai társadalomban, akár a magyar társadalomban. A pirula sem fogja megoldani a dolgokat. Jézus Krisztus áldozata oldja meg ezeket a dolgokat. Lajos, erről kicsit bővebben. Gyere a Máté 16:24-hez, hogy miből kell kiszeretned. Ahhoz, hogy értsd a szeretetet, megmutatom, miből kell kiszeretned, mit kell elhagynod, hogy tudd Isten szeretetét megragadni. Mert az nem megy, hogy te szeretsz valamit, amit nem kéne szeretned, sőt gyűlölni, és közben nem tudod elfogadni Isten szeretetét emiatt, mert helyettesíti az életedben a szeretetet valami más, ami nem Isten szeretete. Ekkor 16:24, ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Azt mondja az Úr, hogy én nekem már van keresztem, én ezt megcsináltam, most neked is legyen kereszted. Ez az áldozat. Azt mondja, ha követni akarsz, akkor ez áldozattal jár. Ha követni akarsz, akkor ez szövetség lesz. Szövetség az elfogadásban, hogy elfogadom azt, amit Isten rám bíz ebben az életben, az áldozatig és a szenvedésig. Igen, képes vagyok sikeres lenni az Úrban úgy, hogy közben átveszem az én saját magam életébe lévő áldozatot és szenvedést. Ami nem áldozatmentalitást hoz, hanem engedelmességet és követést. Mondj erre valamit. Érthető, amit mondok? Van úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy ettől félni kell. Ne ettől féljél, tudod, mitől féljél? Most mondom. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, aki meg akarja tartani az ő életét, kontrollálni akarja, irányítani akarja az életét, és akkora nagy önkifejező és önmegvalósító, önimádó korszakot akar élni, hogy mindenki meglássa az egész világ, hogy mekkora nagy zsenialitás van benne, az el fogja veszíteni. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki pedig elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Mondom mélyebben ezt, mit jelent ez az ige. A görögök úgy gondolták, hogy a lélek az sorsot is jelent.
mert a lélek sorsot irányít. Mindenkinek van egy sorsa, amit éli. Általában automatikusan éljük ezt a sorsot, Krisztus nélkül. Amikor meg megtérünk, akkor pedig próbáljuk, hogy Krisztus hatással legyen az életünkre, a sorsunkra. Jobban szeretem azt a szót is használni a sors helyett, hogy életképzés, vagy életút. És mondom és fordítom az én fordításom szerint, hogy mit jelent ez. Mert aki kontrollálni akarja az életét, uralkodni fölötte, és sikeressé akarja tenni az életét Jézus nélkül, az el fogja veszíteni az életét. Az szorongó lesz, depressziós és pirulás. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, aki odaadja a lelkét, a sorsát, a sorsvezetését, az irányítást, az meg fogja találni azt. Megtalál egy másfajta típusú életet, rátalál valami olyan életre, ami más. Milyen ez az élet? Tele van örömmel, igazságossággal és békességgel. Ez Istennek az országa. Mert mit használ az embernek? Az egész világot megnyeri, de az ő lelkében, sorsában kárt val. Vagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért. Fordítom az én fordításomban. Mert mit használ, milyen eredményt ér el az ember, ha az egész világ a lába előtt hever. Megnyert mindent, sikeres lett, önmegvalósító, önkifejező, önimádó korszakában. Trónt kapott, és a korona rajta van a fején, és mindenki csodálja. Közben az egész lelke tönkre megy. És azt érzi, hogy egy senki. Mert bár lehet Ferrarid, vagy bármit, az nem tesz soha boldoggá. Mondják, hogy boldoggá tesz, ne hidd el. Te még nem voltál milliárdos, de ne is akar lenni. Mert a pénz a legtöbb esetben nem boldogít. Statisztikák is ezt mutatják, amerikai statisztikák megkérdezik, hogy a milliómosok mit mondanak. A legtöbb ember azt mondja, hogy muszáj volt valamit találnom a pénzen kívül, mert tönkrementem volna, valami célt. Önmagában a pénz és a vagyon tönkreteszi az embert. De más is tönkretesz, nem csak a vagyon, a pénz. Mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Az első dolog, amit meg kell utálnod, azt, hogy ne a lelked, az éned vezessen, az egód, hanem a megváltó vezessen. Megváltásra szorul a lelked, különben tönkre mész. Róma 7.4. Láttam boldog világi embereket. Láttál boldog világi embereket, vagy drog alatt, vagy alkohol alatt, vagy mutatták azt a képet, hogy ők boldogok. Te honnan tudod, hogy az életükben mi van, a feleségével, milyen kapcsolatban van, a férjével? Te honnan tudod, hogy gyerekével mi van? Te honnan tudod, hogy mi van a családjában? Azt soha nem fogja elmondani. Soha. Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek, Róma 7.4, Krisztus teste által, hogy legyetek másé, azé, aki a halálból föltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Amen. Tehát neked meg kell halnod a törvénynek. Meg kell halni a törvénynek, hogy ne a törvényt szeresd, hanem Jézus Krisztust. A törvény jó. De fontosabbnak kell lenned Jézus Krisztus áldozata, föltámadása, és abba vetett hit, hogy ez működni fog az életedben, mert te is föltámasztatott neked is a szellemed, és a szíved újjászületett, új szíved van, és már nem a törvénynek akarsz engedelmeskedni, hanem Jézus Krisztusnak, aki betöltötte a törvényt, meresleg aki írta is a törvényt. Mondj egy áment. Meg kell halni a törvénykedésnek az életedben. Ezt hogyan kell csinálni? Még egy kicsit kitérek erre. Nem fogod tudni Isten szeretni, és nem tud átvenni Isten szeretetét, ha a vallásos törvénykezést össze nem töri a Szent Szellem. Önmagad életére nézve. Azokat a dogmákat, elgondolásokat Istenről, istenképeket, bibliai felfogásokat, amik nem legálisak az Új Szövetségben. És az Új Szövetségnek kell megtanítani téged arra, hogy mit tanít az Isten az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Az Új Szövetség fényéből kell látni az Ószövetséget. Nem az Ószövetség fényéből, az Új Szövetséget. Az Új Szövetség szerint kell élned, ezért fel kell kérdezni Istentől vagy tőlem, most nem tettem magam egyenlővé Istennek, nyugodj meg, hogy mit jelent az Új Szövetség. Mert az Új Szövetségben máshogy gondolkodik Isten rólad, rólunk és a jövőnkről, mint az Ószövetségi szövetségek alatt. Más. Jobb szövetség, más és jobb szövetség. És ez a szövetség a legmagasabb szintű szövetség, amióta van ember a Földön, mondja erre, áment. A következő dolog, hogy első volt, hogy a lelkeddel foglalkoznod kell, mert megváltásra szorul. Nem lehet az, hogy te állandóan egy ilyen elkényeztetett gyerekként toporzékolsz Isten jelenlétében, hogy mit adott meg és mit nem adott meg Isten neked. A második a törvény volt, hogy nem kell törvényeskedned, és nem fog tudni boldog lenni az életed a törvény alapján. A betű megöl, a szellem viszont meg tud eleveníteni. A harmadik, a Róma 6.9.11-ben a bűnnel kapcsolatos, hogy neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy hogyan szabadulj meg a bűneidtől, hanem hit által történik ez is,
hogy Isten a fiát odaadta neked, hogy a bűneid ne legyenek uralmi szinten az életedben, a bűn uralma ne legyen rajtad, és hitáltal tudod elhinni, tudván, látván, hogy Krisztus, aki föltámadott a halálból, többé meg nem hal, halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen, gondoljátok ti is, ugyanígy gondolkodjatok, hogy meghaltatok a bűnnek, mondj erre egy áment, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Figyelj, nem fogsz tudni a bűnökkel kapcsolatban mit csinálni, ha nem hiszed el, hogy meghaltál a kereszten Jézus Krisztusban. És Jézus azért halt meg, érted, hogy te is meghalj a bűnnek. Ámen! És azért haltál meg, hogy már ne a bűnnek élj, hanem Jézus Krisztusnak él. Ez hit által történik. De a kereszténység az hit alapú. Amen. Az nem törvény alapú, ezt olvastam az igében. Reggelente volt napi áldozat. Akkor én is a feleségemben reggelente fogunk imádkozni. Miért? Mert ezt olvastam a törvényben. Nem ez, ez nem az új szövetség. Az új szövetség belülről kezdi az egészet, nem kívülről. A szellem beviszi az igét a szívedbe, és azt szerint cselekszel. Nem, ne azt nézd, hogy más mit csinál, hogy te a mai korszakodban, a mában, Isten szerint milyen kijelentés alatt élsz, és mit kell megcselekedned? Mondj erre valamit. Figyelj, a szellemi élet az nem elme szintű, hanem kijelentés szintű. A szellemi élet az nem elme szerint racionálisan van megoldva, hanem szív szerint van megoldva. Az őszövetség nem betűre ír, hanem a szívedre ír. Halleluja. Amen. Tehát meghaltunk a léleknek, meghaltunk a törvénynek, és meghaltunk a bűnnek. Meghaltunk a bűnnek. Bűn többé nem tud uralkodni, ha te meghalsz. Ha elhiszed, hogy Jézus érted halt meg, és legyőzte Jézus Krisztus a kereszten a bűneidet. Ez hit alapú. Győzött Jézus a kereszten. Nekem nem kell minden nap azzal harcolni, hogy legyőzzem a bűneimet. Ez hit alapú. Én meghaltam a kereszten Jézus Krisztusnak, ő is meghalt értem. Odaadta az életét, hogy az én életem az ő élete legyen. Meghalt a bűn miatt is, hogy nekem ne legyen bűnöm. Elvette a bűneimet, hogy nekem soha többet ne legyen ezzel problémám. Ha problémám van, akkor pedig minden nap meg tudom ezt oldani Jézus vérén keresztül. Amen. Ez egy sikeres élet. Életfelfogás. Rengeteget fiatal koromban már ezt megértettem, és rengeteget vitatkoztam emberekkel, akik állandóan szabadulni akartak a bűneiből. És mondtam nekik, testvérem, ez hitalapú először. Először lásd Jézus Krisztust, hogy elvette, helyettesítette a bűneidet a kereszten. Utána ezt látod, hogy tényleg elvette, tényleg megcsinálta, elhiszed ezt, onnantól kezdve fog működni a szellemi életed. Ha te állandóan azzal foglalkozol, milyen szabadító művész vagy, mint egy ilyen nagy sztár, amerikai sztár, aki mindig kiszabadul mindenből, hogy te az életednek az értelme ez, hogy megszabadulj a bűneidtől, ez baj. Mert Jézus Krisztus meghalt a kereszten, föltámadt a halálból, hogy te se élj önmagadnak, hanem ő érte éljél. Hogy ne a bűnt keresd, hanem Isten keresd Jézus nevében. Amen. Én hiszem azt, hogy egy egészséges ember elhiszi ezt. Én hiszem azt, hogy egy egészséges ember ebben nem győrködik, hogy állandóan szabaduló művész, hanem abban hisz, hogy Jézus Krisztus elvette a keresztény bűneit, és Jézus szelleme belülről építi ezt a szeretet kapcsolatot. Amen és amen. Tehát nem vigyük le a dedóba ezt a szintet, hogy önmagadat vádolod azért, mert bizonyos hibákat vétkezel. Persze, ez is komplikáltabbá meg lehetne oldani, hogy ezt a prédikációt, hogy és mi van azzal, és aki anyját örökölt, nem tudom milyen izét, meg mi van azzal, aki olyan helyzetben van, de mégse tudja megtenni. Hát testvérek, nem lehet minden egyes igét ilyen szinten szét nyújtani, mint amikor nyújtjuk a rétestésztát, és akkor minden egyes problémát beletenni ebbe a prédikációba. Értsd meg, minden hitáltal megold. Adódhat az életedben. Nincs olyan, egyetlen egy ember se úgy van legyártva a mennyből, hogy ő bűnös. A mennyből nem bűnösöket gyártottak le Isten kegyelméből. Egy igaz emberként beszélek erről is. Amen. Menjünk tovább. Mutatok valamit még. A Galácia 2:19-21. Miért megyünk ezekben végig? Azért, hogy megértsd és meglásd a Bibliából, hogy mi a tiéd, hogy megutálj dolgokat, hogy aztán szeresd Jézus Krisztust. Amen. Galácia 2:19. Otthon lehet, hogy nem is tudnál átvenni ezt így, mert nincs időd Istenre. 19-es verszak. Mert ha én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, hú, ez most nagyon kacifántos, segíts Lajos. Pál meglátta a törvényből, hogy meg kell halni a törvénynek. Pál a törvényből meglátta, hogy ha nem hal meg a törvénynek, akkor a törvény kinyírja. Tehát meg kell halni a törvénynek, hogy a törvény ne uralkodjon. Hogyan haltam meg a törvénynek? A kereszt által. Jézus Krisztus meghalt a kereszten a törvény miatt is, hogy én ne a törvény alatt legyek, hanem a kegyelem alatt legyek. Amen. Mert ha amiket elrontottam, azokat ismét... Bocsánat, 10, hogy van? 20-as. Krisztussal együtt megfeszítettem. Látod? Krisztussal együtt megfeszítettem.
élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ha meg vagy feszítve, ha áldozat vagy, feláldoztad az énedet, az egódat, akkor élsz többé nem magadnak, nem én, nem az ego, hanem él bennem a Krisztus. Hát melyik az a keresztény, aki Jézus Krisztust elfogadta urának, és ne akarna Krisztussal együtt megfeszítve maradva lenni? Amen. Nincs ilyen, hát ez, nincs ilyen kereszténység. Az, hogy te ezt nem értetted eddig, ez a te hibád. De én most tanítok neked erről, hogy élek pedig többé nem én, ezt ki kell fejezned, hanem él bennem Krisztus. Látod? Bennem Krisztus, mondj, bennem Krisztus. Nem kívül Krisztus él, bennem Krisztus. Halleluja. Bennem Krisztus, amely életet pedig most testben élek, most testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, halleluja, amen, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem, áldozat. Figyelj, ez az ige azt mondja neked, hogy nem fogsz tudni élni Krisztusban, nem leszel sikeres Krisztusban, ha nem hiszel abban, hogy benned él Krisztus. A második, neked hinned kell abban, hogy ő él, érted él. Áldozat érted. Majd azt is, abban is hidd kell, hogy szeretett téged. Na, itt van, meg is állok, látod? Itt van. Itt a legnagyobb hibánk. Hogy szeretve vagyunk, és ezáltal tudunk benne maradni. Nem azáltal tudok a törvény ilyen kívül élni, és a törvénynek meghalni, hogy szeretet nélkül élek, hanem csak úgy, hogy a szeretet tart meg engem. Abban a pillanatban, hogy a szeretetet izolálom az életemből, abban a pillanatban visszamegyek a törvény alá. Mert nem tart meg más már a vallásomban, csak az ige, valamint a betű. Ha betűbe mész bele, az szét fog verni téged. Az olyan, mint egy kettetszharcos a törvény az új szövetségben. Kettetszharcos. Meglát a törvény, pak, már le is szét is ver. És egy idő után megszokják a keresztények, hogy ők úgy javassák az igét, hogy pak, hogy szétveri őket az ige. És élvezik ezt, és áldozatmentalitást vesznek föl. Milyen volt az igolvasás? Az fantasztikus. Úgy szétvert Isten, te. Most már érzem, hogy szeret. Halleluja. Érzem. Érzem, hogy most már jobb keresztény lettem. Jövök én, és ebből kiveszlek ebből a kettetszharcos világodból, és megmondom neked, testvérem, az Isten szeretete erősíti meg benned azt, aki vagy, hogy benned él, és milyen folyamatosan szeretve vagy, és ezt valaki hirdeti neked először, aztán pedig majd saját magadnak hirdeted, onnantól kezdve már tudsz élni nem testnek, nem a törvény alatt, hanem a Krisztusban. Még egyszer felolvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Tehát nem csak, hogy benned él, hanem hiszel is benne, hogy benned van. És ez a benned való Krisztus szeret téged, és önmagát adta értem. Amen. Nem törölve el Isten kegyelmét, mert a törvény által van az igazság, Krisztus ok nélkül halt meg. De nem törvény által van az igazság. Amen. Gyere velem, még egy igét mutatok ezzel kapcsolatban, hogy Márk evangélium 8.34, hogy miből kell még kiszeretned, itt arról, abból kell kiszeretned, hogy nem a törvény szerint élsz, és abból kell kiszeretned, hogy nem magadban élj, hanem él benned a Krisztus. És ezt megszeresd, hogy bennem él Krisztus. Ezt én szeretem, ezt én akarom, hogy éljen bennem Jézus Krisztus. Még egy igét még így a Biblia tanulmányozás alapján, mert azt gondolom, hogy meg kell győzni téged és a szellemedet azzal kapcsolatban, hogy mit ne szeress. Amen. És mit szeress? Szeresd a kegyelmet. Szeresd az áldást. Szeresd Isten jóságát. És kérd ezt. Tudod, akkor fogok én megnyugodni, amikor így imádkozol. Figyelj, gyakorlati vagyok ma. Uram, hálát adok, hogy szeretlek, de te tudom, hogy jobban szeretsz, mint én téged. Uram, nagyon sokszor meg akartam felelni neked, de te tudod, hogy ennek nem sok értelme volt. De én most már tudom, hogy szükségem van arra, hogy te szeress engem, és egyre jobban kifejezd ezt a szeretetedet. Hát én most jöttem, és igénylem azt. És ebben az évben, a 2023-as évben, Uram, nyűgözz le engem a szereteted által. Kérlek, Uram, szorongass meg a szereteted által, mert nem akarok a törvény alá menni, nem akarok másnak megfelelni, nem akarom, hogy a lelkem irányítson engem, mert az egóm, a lelkem most már tudom, hogy harcol a szeretet ellen. De Uram, én harcba szállok az egómmal, az énemmel, hogy a szeretet győzzön az életemben. És megtöröm ezt az igát, ami engem kényszerít arra, hogy elvetett érzésem legyen, és nem akarom, hogy ez az érzés irányítson, nem az, hogy bennem élsz, Jézus bennem élsz, és szeretve vagyok általad, hogy bennem vagy. A Szent Szellemben. Amen. Halleluja. Halleluja. Figyelj, ezt elmondod egy éven keresztül az imád, teljesen más ember leszel.
Először nagyon nehéz, mert az egót az hű, még a hölgyeknek talán könnyebb, mert a hölgyek nem tudom, hogy miért, de ők annyira ki tudják fejezni az érzelmüket, és annyira őszinték, és annyira megjegyeznek mindent, a rosszat is, de a jót is, meg nőt megbántod. Akkor ő 5 év múlva is tudja, egy tavasszal, 67 április 2-án, olyan 3-4 óra között, mikor hazajött a munkába, emlékszem, mit mondtál? A férfi azt se tudja, kit bántott, kit ütött agyobbá, vissza múltba, 30 év, egy nő mindent tud. A nők nem úgy imádkoznak, mint a férfiak. A férfi így imádkozik. Ó, uram, hálát adok, hogy szeretsz. Én is nagyon szeretlek. Egy nő úgy imádkozik. Uram, hálát adok, hogy nagyon szeret engem. Halleluja, a családomat is, a csukomat, mindent. Halleluja. Mikor megkérsz egy férfit, imádkozzon, közben járjon valakiért. Ó, uram, hálát adok, hogy Gyuláért közben járhatunk. A báránynak a vérén keresztül. A mai napon eljött az a pillanat, mikor Isten megszabadíthatja őt. Egy nő. Ó, halleluja! Ó, uram, hálát adok, hogy Gyuláért, a családjáért, mindenkiért. Ó, uram, köszönjük, hogy ma megváltoztad az életét. Ide figyelj, ördög! Ide figyelj, sátán! Halleluja! Halleluja! Egy hölgy nem lesz soha hideg egy család, amikor azt mondod, család. Már be is indult. Mint amikor a mikrót bekapcsolod, és elkezd melegíteni. Olyan egy nő. Kimondod azt valakinek, egy bárkinek, bármelyik hölgynek az Úrban. Ó, ezért az XY családjaért imádkozol. Ó, azonnal hívja 5 nőt, és 5 nő összeimádkozik kézzel fogva. Ó, uram, érzem a jelenlétedet. Igen, uram, meg fogod változtatni őket. Hisszük, uram, halleluja. 5 férfi ezt ilyet meg se csinálná. Halleluja, teljes szívből tudnak imádkozni. Gyerek, ó, halleluja, egészséges lesz, halleluja, kinő a leve, lába, keze, feje, mindene, halleluja. Halleluja. Ez van. Menjünk az igéhez. Márk 8:34. Sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólította, és azt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Ezt olvastuk már az imént a másik evangéliumból. De még azért megjegyzem ezt, hogy mi nem szeretjük hallani azt, hogy áldozat, nehézség, szenvedés, halál, veszteség, káosz, becsapás, lehúzás, kitaszítottság, nyomás, cserépedény, elmegy a kenet. Nem érzem, hogy Isten jó. Ezeket nem szeretjük hallani. Pedig ez a valóság. Az életben ezekkel fog szembenézni, hogy nagyon sok minden egyre nehezebb, vagy egyre könnyebb, aztán megint egyre nehezebb, mert az élet erről szól. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van? Vagy mit adhat az ember váltságúrozó lelkéért? És most figyelj, mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, de parázna és bűnös nemzetség között, az ember fia is szégyelni fogja azt, mikor eljöjj az atya dicsőségében a szent angyalikéval. Amen. 35-ös verszak, mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét, én értem, és az evangéliumért megtalálja azt. Amen. Nézd meg! Az evangéliumért. Evangéliumért. Jobban kell szeretni az evangéliumot, a jó hírt, mint a rossz hírt. Jobban kell szeretni Isten beszédét, ez Isten beszédéről szól, mint a világnak a hírét. A hír információját. Jobban szereted-e Krisztus beszédét, mint bármi más beszédet, más információt, más kommunikációt. Ó, dicsőség az Úrnak. Látod? Hogyan tudod szeretni Isten beszédét, ha nem tudod szeretni az Istent, aki a beszédét szólja? Ezért meg kell találnod Istent, hogy kicsoda, és szeretned kell teljes szívedből, teljes lelkedből. És engedned kell, hogy szeretve legyél. Amen. Amen és amen. Gyere a Máté 15-höz. Máté 15. Máté 15. Máté 15-ben szó van egy asszonyra kapcsolatban, az a neve, hogy Kananeus asszony, még neve sincsen. 21-es verszaktól. És most, hogy elmegyünk ebbe az ige részbe, szeretném neked elmondani azt, hogy Isten sokszor csendben van. Sokszor csendben van Isten. Mi, amikor kinyitjuk az Ószövetséget, és először forgatjuk a Bibliát, azt fogod látni az Istenről, hogy hát ő kiabál. Legyen világosság, legyen ég, legyen csillag, legyen víz, legyenek állatok, legyen kutya, legyen őz.
legyen Ádám, legyen Éva, csak ezt látod, hogy beszél. De amikor egyre mélyebben belemész az Ószövetség vagy az Új Szövetség történetében, meg fogod azt látni, hogy hát van úgy, hogy Isten nem fecseg, általában nem fecseg, és nem beszél sokat, és van úgy, hogy csöndben van. Találkozik Ábrahámmal Isten, és megmondja neki, hogy hatalmas néppé lesz. Majd megmondja neki, hogy 400 éven keresztül nyomorgatni fogják Izraelt. Én pedig csöndben leszek. Noénak elmondja Isten, hogy vízözön jön. Majd 100 évig csendben van. És utána jön a vízözön. Jézus korszaka előtt, nem tudom, hogy tudjátok-e, 400 évig volt csendben Isten. És azért mondom el ezeket, hogy lássátok meg, hogy Isten, ha úgy dönt, hogy csendben van, akkor csendben van. Lajos, új szövetségben élünk, nem az ószövetségben. Így van, így van. De mégse lett Isten szószátyár, nem lett marketinges, pörgőnyelvű Isten, mégis nagyon kevés ember hallja az ő szavát, nagyon kevés ember ismeri személyesen magának Istent, nagyon kevés ember van vezetés alatt az egyházban. Nagyon sokfajta vallás van, az egyházban keresztény vallás, nagyon sokfajta vezetés. Tudd meg, hogy melyik az igazi? Hol van az igazi hang? Ez nagy feladat, ámen? És azt a saját életedben is nem mondhatod azt el, hogy minden nap, hetente egyszer, kétszer, havonta egyszer, kétszer hallod Isten hangját. Lajos, hát nem tud Isten szelleme vezetni? Tud. Azokat tudja vezetni, akik túlélték a csendet. Lajos ezzel kapcsolatban bővebben. Van úgy, hogy Isten elhallgat, hogy kíváncsi legyen arra, hogy te hallod-e őt. Hallgatni akarod-e őt. Jobban akarod-e hallani, mint ahogy eddig hallottál. Mi azt hiszük az Istenről, hogy Isten mikor jön, akkor ő az életünkre nézve, akkor ő nagyon sokat beszél. Úgy, mint egy asszony, bocsánat. Leül melléd, és nem így van. Nagyon sok kérdés van az életedben, hogy miért nem történt meg, és miért nem mondta el Isten, vagy miért nem fogja elmondani Isten. És elmondom neked, hogy nem tudom. Mert van úgy, hogy bizonyos családoknál befogja a száját. Van úgy, hogy bizonyos családoknál, ugyanannál családnál megnyitja a száját. Ez tőle függ. És tegyük bele most Jézust ebbe a korszakba. 400 évig hallgat Isten. Egyszer csak megjelenik Jézus, és kilép Jeruzsálembe. Kilép Genezáret-tavához, elmegy. Meg a többi helyre. Mindenfajta környékre. És ők nem ismerik Isten hangját. Senki nem ismerte 400 éven keresztül. Néhány proféta, vándor démonűző ismerte. De általában az emberek nem ismerték Isten hangját. 400 évig. Azt hitték, hogy a farizeusok hangja Isten hangja, aztán szerintem ővelük is kiábrándultak. És jön Jézus ebben a korszakban, és olyan dolgokat csinál, ha elkezded olvasni, ami nem komfort azzal a világgal, és nem ortodox abban a világban. És most azért akartam ezt elmondani ezt röviden, hogy lásd meg, hogy mi történik akkor, amikor Jézus csodát tesz. Itt a Máté 15:21-nél kezdjük. Azt akarom elmondani neked, hogy minden egyes Jézusi csodát a Szent Szellemnek kell megeleveníteni, mert mindenben, minden csodájában, minden beszédében dekódolva vannak a dolgok. Ezt a dekódolást Isten tudja kikódolni a Szent Szellem által. Azt tudom mondani, hogy minden egyes Jézusi csoda az Isten középpontú és prófétai. Minden Jézusi csoda Krisztus középpontú, pontosabban Isten középpontú és prófétai. Tehát az egyház számára is üzenet akkor, ha új szövetségből szemléli, azaz meg van váltva, érti Isten szeretetét, és tudja, hogy Isten mit akar mondani, különben félreérti. És elmenvén onnét Jézus Tírus és Szidon vidékére tért. És ími egy kananeusz asszony jövé ki abból a tartományból, kiáltva a néki, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, az én leányom az ördögtől gonoszul gyötrettetik idáig. Egy dolgot akarok mutatni rögtön, hogy ez az asszony, ez nem volt zsidó. Ez az asszonynak az a föríciai tartomány, ez báványimádó, boákultuszban, meg mindenfajta más, többfajta Isten hitben voltak, és eljött Jézushoz, és Jézus kéri valamire, hogy tegye meg. Amit még el akarok mondani, hogy ez az asszony, ez nem volt zsidó. A farizeusok táborához se tartozott. Botrány már az, hogy egy asszony oda megy egy ilyen férfi társadalomban, egy pátriárkális társadalomban,
egy férfihoz. Már az is botrány volt. Nem, hogy még nem zsidó. Na most ezt nem tudod átvenni addig, amíg te bele nem teszed a fejedet abba a társadalomba, és nem olvasod el, hogy mi történt abba a társadalomba. Ott nem nagyon lehetett kommunikálni a zsidóknál, egy nőnek, egy férfival. Nem álltak szóba egyetlen egy tisztátalan vallású emberrel sem, akikre ők rámondták, hogy tisztátalan. Ott nem lehetett beszélgetni zsidónak egy muszlimmal. Ez botrány lehetett. És onnantól kezdve ki is zárhatták a zsinagógából. És a farizeusokat még meg se lehetett érteni, hogy érinteni egy zsidó embernek, mert ők azt gondolták, hogy mindenki tisztátalan, csak ők tiszták. Tehát egy ilyen ultraortodox világban, egy ilyen szekta, egy ilyen belterjes világban jön ez az asszony messzi-messzi tartományból egyedül, és azt mondja Jézusnak, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, az én leányom ördögtől, gonoszul gyötretetik, démonoktól, és gyötrés alatt áll. Figyelj, azzal kezdi, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam, Dávid fia. Ezzel azt mondja, hogy ő tudja, hogy ő kicsoda. Ez az asszony jobban tudja, lehetséges, mint a farizeusok, hogy kicsoda Jézus. Egy, kettő. Dávid fiának mondja, ezzel politikai állásfoglalást csinál, hogy azt mondja, ő a Dávid királyának a leszármazottja. Tulajdonképpen ő a kenet vonatkozásában, a kenet vonalában, a felkenetés vonalában, ő a király. Nem azt mondja Jézus, mert ez számára azt jelenteni, hogy akkor azt mondja, hogy csak egy név a naptárban. Másnak is volt Jézus neve. Ő kiemeli, nem úgy foglak szólítani, hogy Jézus, hanem amire te fölemeled a fejedet és a tekintetedet, és komolyan veszel, és nagy súlyú emberként fogsz engem tisztelni. Dávid fia. A király, de a gyógyító. A király, aki a egész Izrael, ahhoz jövök én most. A királyhoz. A királyok királyához jövök. Azt mondja, könyörülj rajtam. Hú, halleluja. Azt mondja ez az ember. Ez az ember, aki nem valódi Isten hívő, de kész Isten hívőnek lenni, lecseréli a régi Istenét, csak megérezze, milyen az, amikor könnyeletesség alatt van valaki. Milyen az, amikor valaki meg van érintve szeretet által. Lecseréli az Isten hitét, a királyát, mindenkit lecserél, mert tudja jól a bensejében, hogy kész megtérni, vissza áttérni erre a zsidó vallásra. Pontosabban nem is tudja, hogy mihez tér át. Mert itt az Ószövetség és az Újszövetség között vagyunk, egy ilyen kozmikus térben. Az én leányom ördögtől gonoszul gyötretetik. Azt mondja, hogy nem is magamért jövök, hanem a családomért. Na, ez egy nő. Ez igazi nő. Amiről beszéltem. A családomért jövök. A családomért. A családomért kész vagyok az igaz Istent megkeresni. A családomért kész vagyok bárkit Dávid fiának hívni, akit Isten mondta, hogy ő Dávid fia. Halleluja. Micsoda kezdés. Micsoda kezdés. Könyörülj rajtam. Tudja, hogy mi az, hogy könyörület, és tudja azt, hogy Jézus képes arra, hogy egy csodán keresztül kifejezze a szeretetét felé. Na, ez a kegyelemnek a megértése. Mikor elhiszed, hogy a kegyelem nem csak azt jelenti, hogy megadok bocsátva a bűneit, hanem kész Isten beavatkozni természetfölötti módon az életedben. Azt jelenti, hogy irgalmazni, könyörülni, már mind a kettő szónak más-más az értelme, de itt a könyörül szó szerepel, itt nem a kegyelem, hanem az, hogy le tudsz hajolni hozzám, én lesújtott emberhez, én pondróhoz, én egy olyan ember, aki nem vagyok méltó, hogy megszólaljak ebben a társadalomban, de lehajolsz, mert én képtelen vagyok meggyógyulni nélküled. És te tudsz adni egy olyan királyi mentalitást, egy ilyen jogot gyakorolni, hogy gyógyuljon meg az én gyermekem. Ezt jelenti a könyörület. Elérhetetlen számomra valami, magasabb szintű, mint ami az én tudásom, méltóságom, karakterem, etikám, de mégis valaki megkegyelmez nekem, és annak ellenére, hogy gonosz vagyok, jót tesz velem. Ezt jelent az irgalom. Ez a kegyelemnek a megnyilatkozása, mert minden kegyelem, de az irgalomra van egy másik szó, a mi nyelvünkben is irgalom és kegyelem, és a kettő között akartam különbséget tenni, hogy a kegyelemnek egy olyan megnyilvánulása az irgalom, amikor valaki nem érdemli meg, és mégis megkapja. Valaki nem érdemli meg, de mégis megkapja. Valaki nem született bele, de mégis megkapja. Hú, menjünk tovább, érdekel? Tehát de démonikus gyötrés alatt van. És egy másik fordítás tudta ezt nekem nagyon megmagyarázni, eddig nem is láttam így a példázatot, hogy azt mondja, hogy és ími egy kananita asszony azokról a vidékekről származott, így kiáltozott, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, a lányomat gonoszul gyötrik a démonok. Felismert, hogy démonizált a családja. Micsoda alázat. Ebben az asszonyban alázat volt. Ebben az asszonyban alázat volt. Amit ide felírtam a jegyzetemben, tudta ki Jézus, tudta, hogy a kegyelem, és az pontosabban az irgalom mit tud létrehozni, csodát, és volt benne alázat. És
innentől meg fogod látni, hogy mekkora EQ-ja és IQ-ja volt, mekkora intelligenciája volt és érzelmi intelligenciája. Ezt a hite hozta létre. Ezt a hite hozta létre. Mert azt mondja Jézusnak, hogy de Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. A tanítványai odaléptek hozzá Jézushoz, és kérlelték, szabadíts meg, mert kiáltozik utánunk. Ez egy akadéma fordítás. Mondok valamit, figyelj rám. Az első korszak az, amikor az életedben, a szabadulás előtt, hogy Jézus nem akar veled kommunikálni. Micsoda, Lajos? Micsoda? Van úgy, hogy akármekkora tehetséget, akármekkora háttered, vagy akárhogy van tehetséged, vagy nincs háttered, képzésed, szabadságod, hatalmad, kapcsolataid, lehetőséged, jóléted, ötleteid, kreativitásod, vagy tapasztalatok. Vagy van, vagy nincs. Istent nem érdekli ez az egész, hogy van, vagy nincs. Van úgy, hogy az érdekli, hogy mi van a szívedben. Tudjátok, nemrég imádkoztam valamiért, és egy szót hallottam a Szent Szellemtől. Lajos, te ezt akarod? Vágysz erre? Most tudom, hogy fölgerjeszthetem a testi ambícióidat, de van úgy, hogy Isten megkérdezi tőled, akarod-e az Isten szeretetét, a csodáit. És azt fogod rá válaszolni, hogy őszinte vagy, hogy lehet, hogy nem is akartam eddig. Lehet, hogy nem is vettem komolyan ezt. Emlékeztek, mikor a János 5-ben a tornászhoz jön egy angyal? És ott volt egy 38 éve egy ember. Azt kérdezte tőle, Jézus, akarod, hogy meggyógyítsalak? Miért ezt kérdezte? Hogy komolyan veszi-e azt, hogy ő képes arra, hogy meggyógyítsa az ő életét. Helyreállítja az életét. Van úgy, hogy Isten és te csenda vagy. És lehetséges, hogy a tehetségeddel baj van, vagy ötleteiddel, kreativitásoddal, tapasztalataiddal, mit tudom én, mindennel baj van az életedben. És vannak dolgok az életedben, amik csak megtörténnek, és nem számítasz rá. Majd vakon állsz, csendben végignézed, hogy mi történik. Van úgy, hogy a fájdalomban, a pusztulásban azt érzed, hogy miért pont te? Van úgy, hogy azt érzed, hogy Isten megint nem szólt, hogy baj lesz. Van úgy, hogy miért pont velem történik, azt kérdezed. És amikor te ebben vagy benne, akkor két lehetőséged van. Vagy hibáztatsz magadat, másokat, vagy kilépsz, megkeresed Jézust, kiáltasz neki, Dávid fia, könyörű rajta. Ez a két lehetőséged van. Ha ezt nem csinálod, hogy Istenem, könyörű rajtam, hibáztatni fogsz. Mert a kegyelemen kívül csak hibáztatás, vádlás van, és károsztatás, és törvény. Mondj erre valamit. Nincs olyan, hogy aki megértette a kegyelmet, az leszokik a kegyelemről. A kegyelem megértése az új szövetség leghatalmasabb kijelentése. Onnantól kezdve te kegyelem szerint gondolkozol, mert az identitásodat, a megtérés fogja vinni, és a megtérés pedig azt jelenti visszatérni rendszeresen Isten kegyelméhez és megtéréséhez, hogy megtérítsen téged, hogy aztán a szíved átalakuljon, hogy Krisztus szerint gondolkozzál szeretet alapú módon. Az ego félelem alapú, a szeretet Isten alapú. A félelem alapúságban nincs szeretet, az Isten szerint való gondolkozásban pedig szeretet alapúságban. Két dimenzió. Isten, amikor csendben van, akkor te is legyél csöndben. Akkor gondolkozz el azzal kapcsolatban, hogy miért van csöndben. De ne tanítsd magadat, és ne taníts másokat, ne légy krízis tanító, hogy te meg tudod mondani, hogy az ő életében miért van csöndben, vagy a te életedben miért van csöndben, mert ehhez bölcsesség kell, hogy megértsd, hogy mi történik az életedben. Bölcsesség. Nem mindig van az. Figyelj, nekünk egy olyan Isten képünk van, hogy Isten szemszögében úgy látod a dolgokat, hogy egyszerűen csak jön Isten, és mindent elmagyaráz, veszem, adom, elveszem, megkapom, és már megyek tovább. Volt? Nincs. Van? Volt. Lett? Tehát ez nem így működik Istennél. Te egy ilyen instant Istent hiszel, benne Isten, és én is egy ilyen instant Istenben hiszek. Ma imádkozunk 3 órát, és Isten meg fogja áldani az életemet, Isten kegyelme jön, és Isten pedig rám fogja ruházni azt az áldást, ami az övé, meg az enyém, és aztán megyek tovább. Volt? Van. Volt? Van. Meglett. És Isten nem ilyen. Van? Nincs. Nincs? Van. Tegnap volt? Ma nincs. Tegnap nincs? Ma van. És Isten nem ilyen Isten. Isten nem lehet manipulálni. Add ide az áldást! Én vagyok az, Tóth Lajos, Isten nagy embere. Kis embere, mit tudom én. Isten tudja, hogyan kerültél oda. És nem fogja azt mondani, hogyha te valamit elhibáztál, akkor
akkor annak ellenére, hogy a következő szinten is el fogod hibázni, odaadom. Nagyon kevésszer van ez, hogy Isten ilyen nagyvonalú. Ha ez így lenne, akkor te most kiabálnál, hogy ez nem így van. Amikor nincs közel Isten, akkor hibáztatjuk a dolgokat. A szüleinket, ismerős, stb. És itt van Jézus, és csöndben van. Mit csinálsz akkor, amikor Jézus csöndben van az életedben? Mert akkor, amikor hallod az igét, meg mit tudom, milyen nagy proficiáid vannak, meg megint az Úr szólt, akkor oké, talán az Úr szólt. Hány embernek szólt már az Úr? Körülötted, és nem az Istentől volt. Egy értelmes ember oda ment volna, azt meg tudta volna neki mondani, hogy mekkora buta vagy. János 15-ben Isten azt mondja, hogy az atya metsz. Nem az ember, az atya. Tudod, hogy metsz az atya? Általában a te kezeddel keresztül. A saját magadból kivágod azt, aminek nem kéne benne lenni az életedben. Ha ezt nem engeded meg, akkor majd egy idegen kéz jön. Akár egy világi ember, akin keresztül majd szól Isten. Olyan arc, akitől nem akarod elfogadni, de muszáj lesz, mert nem engedted meg, hogy saját magad kimetsze azt, amit ki kell metszeni. Azt mondja, nem, engem az csak az atya metsz. Meg van írva, az atya metsz. Tényleg, hányszor találkoztál már ezzel az atyai metszéssel? Neked is benne kell lenned ebbe az ügybe, nem? Vagy csak úgy jön Isten álmodba, és kimetszi a hülyeségeidet? Nem. Ha Isten nem metsz a kezeden keresztül, majd küld valakit, azt nem nagyon szereted elfogadni. És van egy harmadik lépés, amikor majd olyan dolgokkal sújt, amiben muszáj lesz megállnod, és a csendben megkeresni Istent. Muszáj lesz olyan folyamatot elindítani, ami meg fog állítani téged. És ennél a nőnél, most figyelj, a folyamatot tudod, mi indította el? Egy démon. Isten elkezdi felhasználni a sátánt. Van egy asszony, akinek démonizált a gyereke, és elviszi őt Jézushoz, Isten, a démonizált gyereken keresztül. Mert ha nem démonizált a gyereke, akkor soha nem fogja megtalálni Jézust. Ugyanúgy azt a hamis Istent imádja. Tehát Isten megengedi, hogy démonizált legyen a gyereke, hogy eljusson Jézushoz. Érted ezt az összefüggést? Nagyon sokszor egy gonosz helyzet közel visz Istenhez, mint az atya metsző keze, mert nem engedted, hogy saját magad segítsél saját magadon. Menjek tovább. Van ez az asszony, akinek Isten nem válaszol. De Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. A tanítványi odaléptek hozzá, és kérlelték, szabadíts meg, mert kiáltozik utánunk, hát nem hallod, örjünk már a nő. De Jézus így felelt, nem küldettem máshoz, mint Izrael házának elveszett juhaihoz. Ez, testvérek, a következő korszakot. Az első korszakodban Isten nem szól. Megvárja, amíg előjön belőled a hitnek a szava. Hagyj romboljam le az életedben azokat a sztereotípiákat az Istennel kapcsolatban, hogy amikor csöndben van Isten, akkor majd én kiálltok hozzá, majd én elmagyarázom neki, mit kell tennie. Vagy amikor úgy gondolod, hogy ha csöndben van Isten, akkor tulajdonképpen lényegtelen, hogy csöndben van, mert az azt jelenti, hogy minden rendben van. Nem szól semmit, tehát nem üt, nem agyon, nem üt agyon, nem botozik, mert ez az Isten képünk van. Hát ha semmi rosszat nem mond, akkor csinálhatom. És van egy harmadik, hogy hát Isten nem hibáztat, nem vádol, akkor mehetek tovább. Testvérem, ez egy hamis istenkép. Mert van úgy, hogy annyira intelligens Isten, hogy megáll a beszédében, és azt mondja, hogy én inkább meg nem szólalok az életébe. Ha megszólalnék, csak baj lesz. Csendbe maradok. Van egy ilyen korszak. Mit csinálsz, ha Isten nem szól? Mit csinálsz akkor? De Jézus nem válaszolt neki egy szót sem. A tanítványi odaléptek és kiáltoztak. De Jézus így felelt. Mit érdekel engem, hogy mit kiabáltok? Nem? Küldettem hozzá, és kész. Én Izraelhez vagyok küldve, nem ehhez, a muszlimhoz. Vagy nem ez a bálványimádóhoz. Na itt jön a botrány. Hogy ezt egy zsidó, ha ezt olvassa, akkor történetet, hogy látja, akkor örjöng és habzik a szája. Hogy lehet az? Hogy lehet az? Hogy mersz te egy zsidó kultúrába bejönni? Hogy mersz te? Hát te nem is vagy újjászületve, menjünk át a 21. századba. Hát újjászületve születve ez a nő. Miért gyógyítana meg Isten egy nem újjászületett embert? Ráadásul még nem is hitt Istenben, még az anyja se, apja se. Na itt jön be az én boxom, hogy most széttöröm ezt a boxodat. Isten az gyógyít meg, akit akar.
Isten úgy dolgozik, ahogy akar, nem úgy, ahogyan én elgondolom, a Tóth Lajos, a nagy ész, a mindentudó pásztor. És jön Isten fiához, és mondja, hogy Jézus második szintjén, most már nincs csöndben Jézus, azt mondja, hogy nem küldettem, nincs elhívásom, hogy téged meggyógyítsalak. Isten nem mondta. Nézd meg a következő szintet. Ez a harmadik szint. Asszony azonban odaért, leborult előtt, és így szólt. Uram, segíts rajtam. Ezt tudod, mit jelent? Az alázatnak a legmagasabb szintje, ha valaki leborul valaki elé. Ez az imádás szó is ugyanebből a leborulásból van. Imádta Jézus. Imádta. Imádta. Van úgy, hogy Isten addig nem változik meg a véleménye rólad, amíg te el nem jutsz idáig, hogy leborulsz. Van úgy, hogy addig nem viszi előre a ügyedet, amíg le nem borulsz elé. Tudod, hogy miért? A büszkeség, az ego. Ego. Én, Uram, többször imádkoztam már hozzád, és meghallgattad. Hogy képzeled te, hogy nem hallgatsz meg? Hát mit képzelsz magadról, atyám, hogy csöndben vagy? Gondold el, hogy Isten ezt hallja. Márpedig beszélned kell. Mert meg van írva, a Szent Szellem vezet bennünket. De az nincs megírva, hogy a Szent Szellem áldan beszél. Az nincs megírva abba az igerészben, Róma 8-ban, hanem az van írva, hogy a belső emberbe megmondja Isten, hogy Isten gyermekei vagyunk. Akik Isten fiai, azokat Isten szelleme vezeti, és utána mit mond az ige? Hogy a belső emberbe azt mondja, hogy Isten gyermeke vagy. Nem azt mondja, hogy kommunikál, és nem tudom, milyen titkokat fejt ki Isten, hanem azt mondja, hogy Isten gyereke vagy, Isten fia vagy, és úgy viselkedj, mint Isten fia. Csak mi nem tudunk úgy viselkedni, mint Isten fia. Mi úgy viselkedünk, mint egy elkényeztetett gyerek, aki mindenért ledobja magát a földre, és elkezd hisztizni. Mint hogyha Isten nem tehette volna azt meg, most figyelj, hogy Jézus nem küldi le a földre. Tehát ő nem tartozott nekünk Isten a fiával. Amen. Ez egy kegyelem, hogy elküldte a fiát. Mondom a következő szintet, a harmadik szintet. Akkor már le van borulva az asszony. Micsoda érzelmi intelligencia. Micsoda érzékenység szellemileg. Asszony azonban odaért, leborult. Ő ezt felelte, nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyakölyköknek. Ez Jézus. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyakölyköknek. Azt mondja rá, hogy te egy kis kölyök vagy. Egy kutyakölyök. A tisztáltan állat az ebb. Te azt hiszed, hogy fogok neked válaszolni? Ez a harmadik szint, hogy megalázza őt Jézus. Azt mondod, Lajos, ez nem új szövetségi gondolkozás, hogy Isten megaláz bennünket. Hát azért én 30 év alatt nagyon sok mindent láttam, amikor visszanézek az életembe, és pont a prédikáció készülése alatt éreztem azt, hogy ezt elmondjam neked, hogy nagyon kevés embert ismertem meg, aki hosszú évtizedeken keresztül kitartó volt Istennel. Nagyon kevés embert ismertem meg, akikre fölnézhettem volna, mert a családját, az életét úgy neveli, ami minta. Nagyon kevés embert láttam az életemben, akikbe lehetett bízni. Nagyon kevés embert láttam, aki hallja Isten hangját. Ez az én személyes tapasztalatom. És nagyon sok embert láttam, hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon komoly sarokba csinál az életükbe, hogy rájöjjenek arra, hogy valami nagyon rossz úton mennek. Az asszony odaért, leborult előtte, erre Jézus azt mondja, hogy kutyakölyök vagy. Az asszony erre így szólt, igen uram, hiszen a kutyakölykök is esznek azokból a morzsalékokból, amelyek a gazdáik asztaláról lehullanak. Na ez a fordulat, amire hiszem, hogy a Szent Szellem megnyilvánult. Van úgy, hogy meg kell alázkodnod olyan szintig, hogy azt tud mondani Istennek, uram, bármire képes vagyok, de a családom nagyon fontos. Uram, nem vagyok áldozat mentalitású, ahogyan beszéltem imént is, de kérlek, ebben a nyomásban nézd meg az erőfeszítéseimet. És tudod, amikor jön ez a meccés, ez a nyomás, akkor elmondok egy pár dolgot, hogy mi történik belül veled. Erőssé tesz, vagy legyengít a nyomás. Erőssé tesz, vagy legyengít ez a meccés. Ez egy meccés most itt ez. Szétfeszítette a szívét ennek az asszonynak. Az alázat szétfeszíti a szívet, hogy a kegyelem tudjon áradni. Mondja erre egy igét, Jakab levele. Jakab levele azt mondja, hogy a kegyelem egyre nagyobb tud lenni, ha megalázkodunk. Aki megalázkodik, abban a kegyelem egyre nagyobb lesz.
Tehát azt mondom neked, hogy ebben a pillanatban ennek az asszonynak szét van feszítve a szíve az alázat által, hogy nagy teret kapjon Isten a csoda területét. Van egy harmadik rész, a prioritás. Azt mondja, nem veszítem el a prioritást, nem érdekel Jézus mit mond, akkor is meg kell, hogy gyógyuljon a gyerekem. Nem érdekel, hogy mit mondanak a tanítványok, akkor is oda megyek, és meg fogom neki mondani, hogy gyógyítsd meg a gyerekemet. Nem engedte a prioritást átépíteni, elveszni. Hiszem, hogy összhangban volt a jövőjével. Tudta jól, hogy van egy jövője, ha Jézust elkapja. Tudta jól, ha van egy jövője a gyerekének is, ha Jézust elkapja. Most kell elkapnia. Neki már nincs más lehetősége. Ez a mai napja. Tudod, a kereszténységet is így kell élni. Ma kell érni a kereszténységet. Ma kell elkapnod Jézust. Nem holnap, nem holnap után. Nagyon sok ember azért nem éli azt az életet, és azért annyira szenvedés van az életében, mert nem mában él, mert a hit a mában mozog. A hit a mában hozza be Jézus Krisztust. Ma kell üdvösségben élnem. Ma, nem holnap, ma. Mondj erre egy áment. Aztán a következő, amit még épít, ez a nyomás, ez az erőfeszítés, ez a meccés, a sikert. Tudod, minden siker egy nevelés. Minden sikert megelőz egy nevelés. Nincs olyan siker, ami ne nevelésű siker lenne, a Istennél való siker. Minden sikeres ember az Úrban meg volt nevelve. Megnevelte őt az Atya. Mert igen, szereti őt az Atya. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgál, akiben nyőrködik, azt helyre teszi. Miért? Hogy egy nagyobb szintű növekedés legyen az életében. A Máté 15-ben, János 15-ben a meccéssel kapcsolatban nem azért mecc bennünket Isten, mert ő szeret mecceni, hanem hogy több gyümölcsöt teremjünk. Ezért a szeretet képessé tesz arra, hogy a jövő embere legyél. Az az ember, akivé kell válnod. Mert csak szeretet által tudsz növekedni. És ha te meccést akarsz, az legyen a prioritásod, hogy szeretve legyek Istentől. Azért szeress, Uram, azért meccél, hogy jobban szeressél engem, és én is jobban szeresselek téged. Ámen. És amikor van ez a meccés, ez a nevelés, a siker felé, akkor mondok még valamit. A következő lehetőséged az életedbe, a következő sikered, a következő kihívásod egy javítás lesz. És a javításban lesz a tisztázása Istennek, hogy ne másnak élj, hanem az légy, aki vagy, egy szeretett gyermek, hogy az legyél a jövőben, akivé Isten akar tenni. Nem lehet átrohanni a meccésen. Nem lehet. Nem lehet átrohanni Jézusnál. Lásd meg, megállította Jézust. Először nem szólt hozzá. Nem lehet átfutni Jézuson. Ha találkozol vele, karambolozni fogsz vele. És nem engedi, hogy ugyanaz ember legyél a találkozás előtt és találkozás után. Ő átalakít. Ne legyünk már annyira vallásos álszentek, hogy nincs szükségünk a változásra Isten jelenlétében. Amen. Hát ezt nem lehet így élni, hogy én, a Tóth Lajos, mint pásztor, a legnagyobb, a legmagasabb szintű ember vagyok. Hát nem, ez szörnyű, ez egocentrikus. Hát ez undorító Isten szemében, hogy én azt gondolom, ha Istenhez bemegyek, akkor Isten meghajol előttem, mondja erre valamit. Amen. Ó, dicsőség az Úrnak. Asszony azonban odaért, leborult, és azt mondta, igen, Uram, de a kutyakölykök esznek, a morzsalékból, lehullanak. Jézus így felelt neki, asszony, nagy a te hited, történjen veled úgy, ahogy te akarod. A lánya pedig attól az órától fogva egészséges lett. Történjen úgy, ahogy akarod. És attól a naptól fogta, órától fogva a gyereke meggyógyult. Ugye ide. Hogy ennek a nőnek van hite? Ez botrány abban a korszakban. Mi az, hogy hite van? Hát hogy kaphatta ez az asszony azt a hitet? Egyetlen egy Isten tisztelete nem volt a farizeusoknál. Egyetlen egy bőt alkalmon nem volt ott. Egyetlen egy ima éjszakán nem volt ott. Nem ismeri az összes éneket, amit énekelünk. Nem ismeri azt a prédikációt, amit Lajos előző héten elmondott. Nem ismeri a másik, a legnagyobb felkent, a világ legnagyobb felkentjének prédikációja sem. Nem hallgatta, nem olvasta Kenneth Hagint. Nem hallgatta, nem olvasta Derek Prince-et. Nincs hat alaptanítása meg neki. Hogy lehet, hogy van hite? Jön Jézus és összetöri a te vallásos és az én vallásos demagógiámat. Akkor is hitet adott neki, hogyha föníciai. Akkor is hitet adott neki, hogyha egy báványimádó volt az apja. Akkor is. Ha folyt a bálványimádás napról napra, évtizedeken keresztül a családba, akkor is hitet adott neki. Mert Isten azt akarta megmutatni neked ezzel a prédikáción keresztül, amint hogy Jézus szolgálatán keresztül, hogy ne engedd meg azt, hogy a te képed, Isten képed, olyan szintű torz legyen, hogy már imádod azt a képet. Azt az Isten képet, amit te alkottál meg Istenről. Van úgy,
hogy egy olyan Istent imádsz, ami nem a valódi Isten. És van úgy, hogy nem érezzük ezt a valódi Istennek a szeretetét, hát persze, hogy nem érezzük, mert ez nem a valódi Isten. Halleluja. Mondok még valamit. Ennek az asszonynak hite volt. Testvérem, azt mondja rá Jézus, hogy nagy hitű. Tudod, hogy két embernek mondta ezt csak Jézus? Az egész új szövetségben ezt olvastuk. Két ember. Egy százados, aki szintén nem volt zsidó. Egy kananaita asszony, aki szintén nem volt zsidó. És tudod, hogy mit mond ezzel az ige nekem? Azt mondja, hogy könnyebb egy hitetlent, egy bábanyimádót hitre kényszeríteni Istennek, vagy hitet adnia, mint egy vallásos demagógot, aki nem érti és nem ismeri Isten szeretetét.